Lássuk, milyen nápolyi pizza készül itt Egyeken, Dani barátunknál. Gyertek! Szevasz! Ciao! Örülök, hogy végre találkozunk. Igen, én is, már ideje volt. Micsoda birodalmad van itt. Hát, szuper. Még azért alakulunk. Aha. Ugye az egész ház üzemeltetés. Ez micsoda? Ez egy művelődési ház, vagy mi ez? Ez egy turisztikai központ. Turisztikai központ. Csak ugye eddig nem ennek, nem teljesen úgy használták, ahogy ez ki lett találva, úgyhogy úgyhogy most így a pizzéria nyitány, meg majd itt lesz egy ilyen helyi termékekboltja, helyi borokpezsgők, gasztro cuccok, meg majd bent a rendezvényterembe is, úgyhogy szépen lassan indulunk. Nyilván össze kell hozni a szinergiákat. Igen, itt de nyilván nekem a pizza az első, úgyhogy először ez volt a lényeg. És látom, van egy jó kis teraszotok, csak most pont nem jó az idő, aztán ez most nem annyira pörög, és akkor itt bent. Az a pedig kisebb, egy pár asztal. Lesz majd itt jövőre akarjuk megnyitni ezt a hátsó teraszt is. Aha. Na, és tök ugye jó. Elvileg maga a pizzéria rész az ilyen elég picinek épült. Ugye tekintve a jó időt, tele vagyunk vendéggel éppen. Aha. Ebédidő lement, a vacsora még nem kezdődik. Úgyhogy a legjobbkor érkeztünk. Igen, úgyhogy itt is a rendezvényteremben is azért kiraktunk pár asztalt. Ja, hogy itt is lehet. Aha. Igen, csak hát ugye itt majd a későbbiekben így ilyen kisebb céges buli, kisebb esküvők. A workshopjaimat most már át tudom hozni ide. Aha. Meg ilyen gasztroesteket, úgyhogy sok minden van tervben, csak szépen lassan, mert túl sok az ötlet egyelőre. Ja, és akkor, hogy látom a logót, akkor innentől kezdve Etyek veled kerek. Igen. Hozzá tesszük mi is, amit tudunk. Aha. Ugye azért is jó, mert itt a ház előtt fut össze a három országos bringaút, úgyhogy nagyon sok a bringás is. Bringások. Igen. Betalálnak ide talán. Bár mondjuk a legtöbben versenyzők meg komolyan bringáznak, úgyhogy nem mindenki célcsoport, mert ugye például az egyik versenyző srác mondta, hogy ők Balatonig tekernek, hogyha itt bepizzáznak nálam, akkor a faluból nem jutnak ki. Na és ez pedig egy Nagy Magyarország bortérkép. Bortérkép, igen. Nem semmi. Ugye Etyeknek most már a fő pozícionálása az ugye inkább a pezsgő, de azért borokban is erős. Aha. Ezért is így a belső dekorációban is kint a bisztró részen ötvözni kellett valahogy így a pizzát és a borokat. És láttam egy csomó bort. Igen. Ezek igen, itt kötődnek hozzá. Hozzá nem, annyiban, hogy belőlük választottuk ki a házborát meg a ház pezsgőjét, de ez így az Etyeki borvidék krémje. És ugye az az érdekesség, hogy nem csak borok vannak meg pezsgők Etyeken, hanem nagyon jó cider üzem is van. Micsoda? Nagy cider. Cider? Ez a háromszor, ezek mind ciderek. Ezt nem is tudtam. Nagyon jók így a kézműves szörpök itt, úgyhogy... Szuper. Úgyhogy van minden, és majd hogyha beindul így az ajándékbolt rész, akkor ugye a helyi sörmanufaktúrának a termékei is, meg a sonkák, sajtok, tehát Etyek azért ilyen gasztro termékekből is el van látva elég rendesen. Szuper. De szeretik is, tehát a belföldi turizmus az ilyen 250 ezer fő évente, úgyhogy van mozgás. Nézzünk be a pult mögé. Dani mondta az előbb, hogy ő neki van a legkisebb pizzériája összesen. 6 négyzetméteres pizzéria. Hát ezért ugye ez félig meddig igaz, ezzel a hatalmas, gyönyörű térrel, ahol a sok-sok pizza kóstoló embert le tudod ültetni, azért az hozzájön. De így olyan szempontból, mint konyha, kvázi konyha. Igen, ez valóban. Konyha. Fú, hát akkor mesélj nekünk itt, hogy készülnek itt a dolgok. Kezdjük a dagasztással, ugye a folyamat elejéről, hogy hol, mivel és hogyan dagasztasz? Hogy... A dagasztást azt Mányon a háttérkonyhában csinálom. Aha. Ott mit a csalás? Innentől kezdve igen. 6 négyzetméter. Igen, mert ugye itt nincsen, tehát ez egy kis kávézónak épült, tehát se raktár, se előkészítő, se semmi. Ugye, de mi már évek óta, egyrészt én ugye pizzaszakács képzéseket is tartok, illetve már évek óta járunk ilyen magán pizzaséfként kitelepülni esküvőkre, céges bulikra, stb. Úgyhogy az nekem az a háttérkonyha már régebben kiépült.
úgyhogy minden gyakorlatilag a dagasztás, a bucizás, tehát ezek a háttérmunkák ott zajlanak. Egyébként egy 20 literes sima ipari spirálkarossal. És akkor azt még esetleg érdemes megemlíteni, hogy ha jól sejtem, akkor nálad direkt tudatosan direkt tésztás. Igen. Autentikus nápolyi pizzáról beszélünk, tehát mindenképp nápolyiról, viszont van némi tudatosság benned, hogy ezzel a dologgal jössz. Pontosan. Ez honnan jön? Tehát például magamfajta azért megkérdezi, hát milyen helyzet a kanottóval, Kori. Igen, például, tudod, sejtettem, hogy ez vagy a vagy egyéb, tehát ugye most már vannak pizza bibliák, millió fajta pizza van. Miért a nápolyi és miért az autentikus? Hát ugye én magával az olasz konyhával már több mint 20 éve foglalkozom, így hobbi meg szerelem szinten. Egyébként így az egyéb aspektusait is az olasz konyhának így az autentikus módszerek szerint űzöm, meg űztem mindig is. Ugye nyilván az hozta magával a pizzát, és gyakorlatilag amikor először kóstoltam nápolyi pizzát, onnantól így el is dőlt, hogy a többi olasz pizza típus az nálam háttérbe fog szorulni. Aha. Nem fogtak meg a nagy lufis abroncsok? De egyébként, tehát szeretem a római pizzát is, szeretem az ilyen észak-olasz típusú vékony, ropogósabb tésztákat is, de valahogy a nápolyiba éreztem azt, hogy így megérkeztem. Értem. Utána igazából így szakmai szinten így a Meyer Zoli fertőzött meg. Értem. Én nála elvégeztem egy ilyen lakossági élmény alakú workshopot. Utána elhatároztam, hogy nekem ezt meg kell tanulnom. Lesütöttem otthon így nagykönyvszerű minden mozdulatra ügyelve 2-3 ezer pizzát, és akkor utána éreztem, hogy nem rossz, de itt még valami hiányzik, és utána mentem ki Nápolyba. Igen, te is voltál kint a Fábióéknál. A Fábióéknál, igen. Én ugye ott már előnyel indultam, mert már előtte is azért elég régóta sütögettem, de ott emelkedett professzionális szintre a dolog. És visszatérve a kanottós kérdésedre, szoktam otthon így barátoknak, családnak kanottót is sütni, előtésztázom is, minden variációjával, illetve magasabb hidrós tésztákkal is dolgozom. Aha. Viszont amikor megnyitottunk itt, akkor elhatároztam, hogy az itteni vendégeimnek én azt az autentikus módszert szeretném, meg azokat a pizzákat szeretném megmutatni, amit kint is már 300 éve sütnek, hogyha ott ennyi idő alatt bevált, akkor az nem lehet rossz. Nyilván ugye technikánsabb, mert én például az egy dolog, hogy direkt tésztát használok, de például nem is ütőzöm. Tehát szobahősérlelés, alacsony hidró, Erősen hasonlít a Meyer Zoli féle vonalra. Igen, hasonló vonal, tehát én is ilyen, például ezek a tészták is ilyen 58-60-61% közé vannak belőle. Nyilván ugye így a hűtő száműzése az azzal jár, hogy nyáron az egyébként technikás. Amikor azt mondod, hogy nem hűtözöd, az hőmérsékletben mit jelent? Ez a pince hideg 17-18 környéke? Nem, vagy? Ez például nyáron ilyen 25-27 az igen. Között. Úgyhogy hát ugye ugyanúgy jeges vízzel dagasztok, meg ott is. És akkor innentől az alacsony hidró igazából, hogy igen. Ezzel kompenzálod. Igen, télen amikor ugye hűvösebb van, akkor egy picit szoktam emelni a hidrón, de nem sokat, tehát így ilyen, ott is ilyen 65-66%-ig megyek föl. Mondom, szeretem a hidrós tésztákat is, tehát például voltam még kint Nápolyban, ugye suli mellett egy ilyen egynapos workshopon az Antónionál. Aha. Ott például ilyen 95%-os hidróval dolgoztunk, amiről tudod, hogy ez majd totál agyrém. Nem áll messze tőled az sem, így van. Nem, csak kifejezetten itt ebbe a kis bisztróba akartam hozni az autentikus vonalat. Akkor neked van egy viszonylag nagyobb kapacitású dagasztód, és akkor gondolom, mivel alacsonyabb hidratációjú tésztákkal autentikus vonalra mész, akkor valószínűleg a sebességtartománya ennek az RPM értéke ennek a dagasztónak nem túl magas, tehát valószínűleg lassú sebességen dolgozol, igaz? Na, itt jön be a trükk a dologba, mert egy egysebességes dagasztón van. Akkor azon sokat nem lehet variálni. Amin sokat nem lehet variálni, ráadásul elég gyors az az egysebesség is. Értem. Úgyhogy a dagasztás idején hozom be. Ez milyen dagasztó egyébként? Ez egy... Olasz, nem olasz? Nem, egy magyar cég rakja őket össze külföldi alkatrészekből. Aha. Egyébként egy nagyon megbízható, korrekt lánchajtásos darab, tehát egy modulbék márkájú dagasztó egyébként. Aha. Csak ugye nagyon ki kellett tapasztalni, mert ugye ezeket a nápolyi pizzáknál standardnek számít olyan 20 perces dagasztásokat,
az elején nyilván én is azzal indultam neki, de a nagy sebesség miatt olyan betonkeménységű tésztákat dagasztott annyi levegővel, hogy egyszerűen nem lehetett nyújtani. Úgyhogy ki kellett tapasztalni, hogy körülbelül egy ilyen 12-13 perc után, amikor már kialakul ugye a karfiolforma, meg kisimul a tészta, megváltozik a szaga, akkor már rögtön lövöm is le. És akkor max még kézzel ágyúrom egy picit, csak ugye azért mondjuk kézzel dagasztani ilyen, mit tudom, 70-80-100 bucit azért, ja, azért az már ez emberes. Kemény. És akkor ugye nápolyi pizzába beszélünk, akkor feltételezem a liszt nápolyi. Igen, igen, én kaputókat használok. Melyiket? Vagy valami mix elmész? Itt a pizzériát, mivel ugye nyitvatartási idő után még takarítás, melyekhaza, stb. És utána dagasztok másnapra, tehát ebbe is az autentikus vonalat képviselem, hogy estéről dagasztunk délre, másnap délre. Ez azt jelenti, hogy 24 órás tésztákkal indul a folyamat? Max ilyen 20-24 órásokkal dolgozom. Vagy még kevesebb, van ilyen, hogy 10x? Van, persze, tehát amikor van, hogy mondjuk elcsúszik a nap, akkor az is elő szokott fordulni, egy ilyen 15 óránál indítom. Ugye nyilván én is több körbe dagasztok már, csak azért is, mert a 20 literesbe is, ugye én 275-280 grammos bucikkal megyek, tehát abban is egy körbe ilyen 40-45-nél már ugye hullom van a dagasztó, tehát több körbe, és azzal szoktam játszani, hogy a második adagot már nem így az ebédidőre lövöm be, hanem korábbi délutánra. És akkor egy olyan kérdés, hogy marad bucid? És ha igen, akkor azt vissza szoktad forgatni? Marad. Hát változó egyébként, legtöbbször inkább úgy dagasztok, hogy maradjon. Mert ugye az a mondás, hogy annál jobb a tészta, hogyha igen, nem tudom én 10-15-20%-ba, hogyha visszarakja az ember, akkor és ahogy azt felfrissíted. Ahogy te is mondod, én is ezt szoktam, hogy akkor az megy visszaeste a dagasztóba, és akkor azt frissítem. Jó, akkor egyébként kaputóból pizzériát használok, mert még... Akkor nem első nap kell jönni hozzá, hanem a harmadik nap. Igen. Úgyhogy a pizzériát meg szakorozót szoktam váltogatni. Jó, hát igazából nekem is a szakorozó legstabilabb, meg igazából az a leguniverzálisabb liszt. Tehát azzal aztán mindenféle pékárot is lehet csinálni, meg minden. Minden pizzában tökéletes, jó az eltarthatóság. Hát meg kint is azt használtuk, így 16-tól akár 60 óráig is simán még belerakják, úgyhogy ez az... Aha. Még a Super Nuvolát szeretem, csak az ide erős lenne, mert az ide... Ja. Az egy másik kávéház. Igen, az egy kávéház. Másik történet. Így van. És akkor ami most itt van, bucik formájában, ez konkrétan? Ez pizzéria. Pizzéria, csak pizzéria. Ez csak pizzéria. Óra? Hát most jelenleg ezek szerintem ilyen... Hú, de jó kis feszes bucik ezek. 18 óránál járhatnak. Aha. És akkor a hidrónk most mennyi? Hidrónk ez 59-es durván. 59-es hidró. Hát igen, ez az a... skála vége, ahol én ritkán mozgok. Igen. Nálad 70 fölött indul az élet. Hát legtöbbször igen, 68 mondjuk. Nagyjából ez a történet, de hát én meg aztán mindent is próbálok, tesztelek, kísérletezek, nézegetek, tésztavezetéseket fejlesztek, úgyhogy, úgyhogy igen, ez a nálam az alsó véglet. Na, de jól néznek így ránézésre. Akkor nyújtáshoz mit szoktál? Rétes liszt, vagy mész valami spéci koktéllel? Ma már rétes lisztet használok, mert én ugye még annó azt tanultam, meg az elején sokáig azt is alkalmaztam, hogy mindig a nyújtó, vagy mindig a dagasztó liszttel nyújtottam. Aha. Viszont ez pont egyébként a Mark Tomitól kaptam ezt a tippet, mert hogy így egészségügyi a szálló lisztet, bőven elég dagasztásnál is beszívni ezt a sok lisztet, amit fölve. Hát meg ebben azért jobbak a csapágygolyó méretek, és akkor hát, jobban siklik. Igen, jobban is siklik, bár igazából tényleg így az egészségügyi okok azok, tehát hogy még 20 év múlva is süthessek pizzát. Aha, értem. Úgyhogy elég dagasztásnál beszívni, mert vetésnél meg nyújtásnál már nem akarom. Beszéljünk egy kicsit az étlapodról. Mi az, ami egyedi nálad a felhozatal szempontjából? Meg ahogy látom, meg hát eleve itt a négyzetméterekről, hogy beszéltünk a maga a 6 négyzetméterével, tehát bistró étlap, ráfér egy nagyobb méretű táblára. De itt vannak pizzák is, nem pizzák is, sajtműhelyt is elcsipem itt, mint kulcsszó. Mesélj erről egy kicsit, tehát mi van a háttérben? Az alapelképzelés az volt, hogy én mindenképpen kis étlappal akartam menni, és ráadásul úgy, hogy az autentikusabb változatok is megjelenjenek. Viszont azért
ismerve a magyar igényeket, azért csak marinára, margarita kettőssel nem lehetne itt nagyon megélni. Úgyhogy muszáj volt egy kicsit cifrázni a dolgot. Viszont így a pizzáknál mindegyikben, vagy majdnem mindegyikben szerettem volna belevinni egy csavart, aha, ami úgymond így saját képemre formálni. Tehát például ott van a szalámis pizza, ami nálunk fehér alapos, aha, mozzarella alapos, érlelt milánói szalámi van rajta, nem paprikás. Aha. Ott van például a marinára, ami még kap plusz koktélparadicsomot is, a rákerülő fokhagymát azt nem csak rászelem, hanem konfitált sült fokhagyma van rajta. Oh. Tehát a margaritánál a bazsalikomnak nem a levele, hanem bazsalikom zsenge hajtások kerülnek rá, tehát így igyekszem így a saját képenre szabni. Igen. A többi étel az meg azért kellett, mert igazából nem akartam egy ilyen papírfetis étlapot, és hogy legyen bármi olyan, ami esetleg a pizzán kívül is viszont pizzára épült. Tehát a szendvicseknek is, a pizza szendvicsek, gurmé szendvicseknek is ugye pizzatészt az alapja, aha, csak kisebb a buci, illetve máshogy vannak nyújtva, sütve. Illetve ezekben már szerettem volna belevinni így a helyi termékeket is. Tehát Egyeken azért vannak nagyon jó sonkák, nagyon jó érlelt sajtok, és akkor ezeket próbáltam ötvözni. Úgyhogy így született meg az étlap. Akkor választottunk két pizzát, operatőr kollega és barátom Bandi, ő egy marinárát fog enni, de parmezán nélkül. Hát én pedig kinéztem a prosciutto crudot, úgyhogy tipikusan ugye ez az a pizza, ami nagy zöldségbe el szokott veszni. Ahogy nálad remélhetőleg akkor a sült fokhagyma fog szerepet kapni, és akkor ez az, ami nekem így kiszúrt a szememet. Ugye itt a kis Barbie konyhában, mert azért hívom így, mert ugye a méretei miatt ugye normális méretű kemence, illetve elszívás nem volt járható. Úgyhogy ezért is az F1-ban történik. Ezért nem volt alkalom egy nagyobb kemencét beszerezni, de hát megpróbálom. Hát az tény egyébként, hogy azért ezekben a sütőkben bármennyire is legyenek jók, azért nem lehet olyan pizzát sütni, mint egy nagy több tonnás kemencében, de igyekszem. Mi a különbség így a nem olyan szempontból? Hát azért hőtartás, azért a kő is hiába biszkottó van benne, azért vannak különbségek, tehát, tehát azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy 4,5 tonnás kupolás kemencének a szintjét azért hozza, de igyekszünk azért kihozni belőle, ami benne van. De hát azt majd úgyis látni fogjátok, illetve hál' Istennek azért a vendégek úgymond elnézőek. No. Látom falapát, ha kedvenc. Igen, én gyakorlatilag el vagyok minden típusú lapáttal, de a falapát az, ami így a legközelebb áll hozzám. Én is ezzel kezdtem pizzavasas réteget lemezlapáttal, és mai napig tök szeretem és használom. Valahogy pont jól beülteti a liszt szemcséket magába, és tök jól siklik le róla. Szeretem egyébként a perforált lapátokat is, csak valahogy én így a fa mellett tettem le a voksomat. És akkor paradicsom szószról mit lehet tudni? Én multipolpát használok. Aha. Annak hál' Istennek lehet használnia, vagy kapni ezt az öt kilós ipari változatát, és akkor az kerül rá, és ugye csak a paradicsom. Polpa az már akkor aprított, ugye? Aprított, de nem ez a teljesen folyékony. Tehát én pont azért szeretek ezzel dolgozni, mert szeretem, hogyha így a paradicsomnak így érezni a tartását, és nem csak egy paradicsom szósz van rajta, talán kevésbé is áztatja el a tésztát. És például ugye marináránál ugye csak sózom, meg ugye elvileg ugye a parmezán kerül rá, amit most ugye lehagytunk. Természetesen így a feltét hiányában már emelkedik, úgyhogy
úgyhogy engedek alá egy kis levegőt. Ugye ezek a sütők, ezek úgymond ilyen hülye biztosak, tehát amivel részben elveszik így a savaborsát így a pizzasütésnek, én nyílt lángpárti vagyok, én imádok forgatni, imádom, ahogy a lánggal lehet játszani, viszont nagy üzemben, amikor darálni kell, akár egy rendezvényen, akár itt, azért az egy nagyon jó tud lenni, hogy csak rácsukom az ajtót, és már kezdem nyújtani a következő kettőt, és gyakorlatilag teszi a dolgát, úgyhogy sok feladatunk itt egyébként nem is lesz a pizzák kapcsán. Annyi, hogy addig előkészítek pár hozzávalót, ameddig még fortyog egy kicsit. Egyébként nagyon, nagyon szeretem ezeket a sütőket, tehát egy nagyon jól eltalált konstrukció. Bár tény, hogy mondjuk az FE Uno-nak ez az új fejlesztésű köve, ez nekem se lopta be magát a szívembe. Igen? Igen. Szórakoztál vele? Hát ugye kapásból én ugye ezeket a tésztákat ilyen 400 fok körül szoktam sütni. Aha. És ugye ebben még a régi biszkottó van. Aha. Ebben az újban meg már ugye ez az új fejlesztésű kő, ami itt például az alsó szálat nem is szoktam följebb venni 250 foknál, mert akkor rommá égeti az alját. Aha. És akkor tehát fölülről, főleg, hogyha éppen mit tudom én, két étkezés között vagyunk, és nem jönnek úgy vendégek, akkor lejjebb is szoktam venni, mert annyira átmelegíti, hogy rossz nézni. És onnantól égeti az alját. Úgyhogy, illetve én annyi trükköt szoktam még, hogy én oregánót a sütés után rakom rá. Ó, Akkor szárított. Igen, szárított oregánót használok, mert amit mondjuk bazsalikomnál soha nem tennék meg, de az oregánónál így a szárított az üzembiztosabb. És akkor utána szoktam még rá koktélparadicsomokat rakni. Az, hogy ez most negyedelve, felezve, az mindig attól azon múlik, hogy milyeneket kapok. Ez most egy nagyobb fajta, úgyhogy negyedeltem, mert nem... Nem szerettem volna, hogy nagyon. Kap még egy kis olajat, tehát amint látod így a folyamatokon, így van, amiben így a nápolyi módszerekkel szemben megyek. De én úgy gondolom, hogy egyébként minden pizzajolónál így kialakul így az a saját módszer, illetve metodika, amit így a vendégek megszoknak és szeretnek, hát ez nálam sincsen másként. És akkor amit most hoztál? Ez konfitált és sült fokhagyma, tehát ez kihasználom így a bucizás alatti időt, és hogy ne unatkozzak közben, ezért először alacsony hőmérsékleten szoktam konfitálni a fokhagymát, és amikor mangalica zsíron. És az mit jelent a hőmérséklet? Hát ilyen 70-80 fok, viszont azt órákig. Aha. És amikor már megpuhul, akkor szoktam annyit csinálni, hogy fölveszem a sütőt 200 fokra, leöntöm róla a zsíradékot, és még egy kicsit rápirítok. Tehát ez ilyen úgymond kétszer sült fokhagyma. És akkor ez lesz így az eredménye. Úgyhogy így néz ki az én marinára. Ó, tök jó. Oké. Jó étvágyat. Lány, a zavaromba belekaptam a középsőbe, úgyhogy nem azt kapod. De? Mi az oka, hogy szétrakott ujjakkal nyújtasz?
Ez tudatos, vagy csak egyéni? Ez inkább már a rutin. Igen? Tehát, hogy ami van-e mögött, ugye... Van mögötte valami? Tudomány? Annyi van, tudomány nincsen mögötte, ez inkább egy ilyen kialakult technika, mert ugye én egy kézzel nyomogatom, nem kettővel, ja. És hogy ne, tehát hogy egy idő után, amikor már megvan így az alapforma, hogy akkor nyitom szét, hogy azzal is így toljam szét így az oldalánál is. Aha. Tehát igazából ez nincs mögötte tudatosság, vagy tanult technika. Így alakult ki így a rutin. Érdekes, még nem láttam senkinek. Igen? Itt szemet szúrt, igen. Meg annyiban másabb egyébként a tészta, meg így a technika, hogy én például egy picivel sósabb tésztát csinálok, mint az átlag, vagy mint a nagy kőbe. 3,5%? 3,5% pontosan. Oké. Okay. Illetve 2,4-3 között szokták. És igen, akkor... általában 3-nál meg szokták állítani. Az én ízlésemhez közelebb áll így ez a 3,5. Meg egyébként szeretek így rendtenskedni, tehát általában azt szoktam mondani, hogy megnézem, hogy mit csinálnak a többiek, és utána elindulok az ellenkező irányba. És ugyanígy van egyébként a parmezánnal is, hogy én több parmezánt használok. Mármint, hogy több? Mint az ajánlott. Igen, hát ugye a parmezánra szokták azt mondani, hogy az inkább fűszer. Aha. Én például nem mindegyiknél, de például te ugye egy pármai sonkásat kértél, ott én például egy kicsit hagyom neki, már csak azért is, mert ha több paradicsomot teszek rá, akkor ugye nagyon tocsog és élvezhetetlen. Uh-huh. Ha viszont kevesebb a parmezán, akkor nagyon sok helyen fog így a tészta megégni középen is, és ugye az meg nem cél. Aha. Kicsit így az oldalánál szél, mivel ugye ezekkel a kislapátokkal ugye nem nagyon lehet egy mozdulattal vetni ezekbe a barbisütőkbe. Én egy kicsit így oldalt meg szoktam nyújtani, mert a vetésnél úgy is így ki, amikor húzom ki alól a lapátot, akkor az kirúgja magát. Aha. És akkor most előkészítjük a pármai sonkát. Amit én nem tudom, agyon csapnám, akik közé teszi így a gyártósoron ezeket a műanyagokat, mert az, hogy most pont mázlin van, de az, hogy legtöbbnél szinte lehetetlen szép szeleteket szép szeletenként szétszedni, az több, mint agyrém. És akkor erre is egyébként én szeretek kísérletezgetni, van elég sok saját fejlesztésű pizzám is. Vagyunk ezzel így páran. Igen. Úgyhogy én egy ilyen tök véletlen kísérletezésnél jöttem rá, hogy a pármai sonka az nagyon jól működik a sörfokhagymával, úgyhogy pont kiválasztottátok azokat, amik ilyen fokhagymás jellegűek. Uh-huh. Hát ugye nyilván ugye ezen a hőmérsékleten ezen a sütők, vagy ezek a sütők azért így ezt a kicsúsznak így a pizzák ebből a 60-90 másodperces ökölszabályból, de szerintem pont meg lehet állítani azon a határon, hogy még ne száradjon ki, viszont tehát még élvezhető legyen így a nápolyi jelleg, viszont hogy jó is legyen minden. Úgyhogy én nem is azt szoktam mondani, hogy ezzel a technikával nápolyi pizzát sütök, hanem nápolyi típusút, mert ugye, ugye hogyha nagyon szigorúan vesszük ugye a nápolyi pizza szabályait, akkor egy pár területen kilógna a lóláb. Jó. Hát ez nem lett teljesen kerek, de kint erre mondják például azt, hogy autentikus. Így van. Fábio is mindig azt mondta, hogy nem feltétlenül kell teljesen kereknek lenni egy pizzának. És ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem egy nápolyi mesternek a szavát. Ugye azt a szabályt én is tartom, hogy nápolyi pizzát nem feltételezünk rommá, úgyhogy én is így a feltéteket azért meg szoktam állítani viszonylag. Iszonyat jó illata van ennek a
fokhagymának már innen. Na, reméljük az íze is meggyőző lesz. Így. Valamiért én szeretem a nyers olívaolajnak az ízét. Aha. Tehát igazából nem is feltétlenül sütő olívaolajat szoktam használni, mert ugye az igazán például az ilyen salátásabb olívaolajak, azok például megégnek ezen a hőmérsékleten és keserűek lesznek. Viszont mivel így utólag rakom rá, ezért lehet olyan típusú olajokat is használni, amiknek én jobban szeretem az ízét. Okay. Voilà.